Vasárnap óta minden nap volt baleset a 44-es főúton. A hétvégén Nyárlőrinc közelében egy 31 éves férfi életét vesztette. Hétfőn és kedden este pedig a sorozatos ütközések következtében jelentős volt az anyagi kár. A legnagyobb közösségi oldalon halálútként emlegetik az emberek a 44-es főutat az utóbbi napokban, a három egymást követő baleset miatt. Vasárnap egy 31 éves férfi tragédiájával indult a szerencsétlenség sorozat. A férfi Békés Csaba felől Kecskemét irányába közlekedett Ford típusú személyautójával, amikor a főút 13-as kilométerénél Nyárlőrinc közelében áttért a szemközti forgalmi sávba, és összeütközött egy kamionnal. Súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt, míg a kamion sofőrjét könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Hétfő este szintén személygépkocsi és kamion karambolozott a főúton, ezúttal a tízes kilométer szervénynél. A balesetben senki nem sérült meg, csak anyagi kár keletkezett. Kedden este a fekete gólya étterem után a pihenőnél történt egy anyagi káros baleset, mely során három jármű ütközött. Információink szerint a karamból azért következett be, mert az egyik autó sofőrje észrevette a helyszínen mérő trafipaxot és hirtelen lefékezett. A gépjárművek ennek következtében rohantak egymásba. A 44-es főút bizonyos szakaszókakat nagyobb sebességre bátoríthat. A rendőrség arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat és körültekintően vezessenek.